Folytatjuk tovább. Németországból kapcsoljuk Balázs Péter Pált. Igen, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánok. Van egy hírünk, miszerint egy németországi húsüzemben nagyon sok fertőzöttet állt, a koronavírus fertőzöttet. 700. De az az érdekes, hogy abban a húsüzemben, és Németországban és Hollandiában is ez egy létező jelenség, az alkalmazottak jelentős része kelet-európai, azt hiszem ebben a gyárban éppen az alkalmazottak fele. Úgyhogy ezért is fontos nekünk ez a hír, hogy hát akkor most ott mi a kommunikáció, hogy ki hozta a vírust, vagy ez valami helyi góc, vagy mit mondanak a német híradások? Jó reggelt kívánok! A német híradások azt mondják, hogy ez egy helyi gót lehetséges. Tudni kell, hogy szerdán reggel 9 órakor állították le a termelést ebben az Észak-Rajna-Veszpáliai húsipari cégnél. A hét elején több dolgozó jelezte, hogy száraz pörögéssel járó tüneteket észleltek, ezért került sorra a koronateszt elvégzésére. Valójában eddig 1105 tesztet végeztek el, amiből 730 pozitív. A mai nap fognak 5300 tesztet elvégezni, hiszen a cégnél közel 7000 ember dolgozik. Ennek a 60%-a ez mind kelet-európai úgynevezett ingázó alkalmazott. Magyarán szóval megvan a veszélye annak, hogy a fertőzöttek magát a vírust már réges-rég átadták, vagy átadhatták másnak is. Így van, és Németországban egyre több helyen alakulnak ilyen kisebb gótok, hiszen a határ megnyitása után több kelet-európai munkavállaló tért vissza Németországban. Néhányan ugye magukkal hordozták a vírust. Azért több mint 2 millió munkavállaló ingázik havonta Németországból, tehát egy ilyen kisebb közvetű gócok bármikor keletkezhetnek. Bocsánat, nem tudom, hogy most mennyire van tisztában éppen az aktuális számokkal, de hogy Németországban most milyen dinamikája van az új megbetegedéseknek, illetve hányan betegek most éppen? Igen, ez a kérdés. Németországban jelen pillanatban stagnál a megbetegedések száma. Pontos információt nem néztem. Tegnapi nap folyamán mutatott emelkedés nyilvánvaló az új pozitív vírusoknál, de az utolsó napokban ez a napi 200-300 új megbetegedést produkált már a koronavírus, tehát ez már igazán egy alacsony szám a napi 7000-hez képest. Péter, azt legyen olyan kedves elmondani nekünk, miközben Magyarországon mi elég jól látjuk közvetlenül azt, hogy ki hord maszkot, hol hordanak maszkot, ki mennyire figyel oda e tekintetben. Németországban most mi a helyzet? Mennyire fegyelmezettek az emberek innentől kezdve, hogy ott is feloldottak minden intézkedést? Németországban az üzletekben, áruházakban kötelező a maszkviselése, az utcán nem, de nagyon sok embert látunk maszkba. Ezt nagyon jól elfogadták a németek, és ezt nagyon-nagyon fontosnak is tartják, hogy magában a fertőzés megállításának ez az egyetlen egy olyan, az együtt módja az, hogy maszkot hordjunk. Voltam például múlt héten Hollandiában, ott például már abszolút nem lehetett látni maszkot hordó embereket, sem a strandon, sem az áruházakban, tehát ott már egy kicsivel lazább. Még egy gyors kérdés, hogy arról írnak-e, hogy terveznek szigorítást, hogy ez a behordott vírus ne lehessen egy opció Németországban? Korábban kilátásba helyezték azt, hogy amennyiben térségenként 100 000 embernél 50 fertőzött van, akkor azonnali intézkedéseket fognak bevezetni, mint itt ebben a példában is jelen pillanatban 7000 ember van karanténban, illetve bezárták ismételten az iskolákat, óvodákat. Tehát nem teljes, hanem csak részleges zárások várhatóak. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta ezeket az információkat. Szerintem tanulságos ez mindenkinek figyelni a többi ország dinamikáját és reakcióit. Köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönjük, viszont hallásra.